következőkben a monori tömegtájékoztatás egyik fellegvárát mutatjuk be, és most egy kicsit hazabeszélek, hiszen az Apollo Rádió munkatársa vagyok. A műsorok nyárvége óta hallhatók a 95,9 MHz-en Monor körzetében. Minden különösebb kommentár nélkül hallgassák meg tőlünk, hogy milyen körülmények között dolgozunk, és mi vitt rá bennünket arra, hogy létrehozzuk ezt a médiumot. Monor Apollo Rádió. Kerültél kapcsolatba a művelődési házban működő Apollo Rádióval? Hát ehhez természetesen az kellett, hogy a műházban rendszeresen előforduljak. Hát ezzel nem volt problematika, mert hogy a itt működő JAG néptánc csoportnak mondhatnám szinte, hogy alapító tagja vagyok, és így rendszeresen hetente én bejártam a műházba, mikor hogy volt a próba. És hát ugye Feri miközben lent ült az irodában, vele is beszélgettem, és mivel tudta, hogy én a helyi labban Monor és vidékében újságot írok, tudta, hogy ezt tanulom, tehát szakmám lesz, ezért megkérdezte, hogy nincs-e kedvem esetleg részt venni a munkában, hiszen ő tervez egy rádióadót, és hát én persze azonnal két kézzel kaptam az ajánlat után, hát hogy ne lenne kedvem, mondta azt is, hogy hát anyagiakról nem lehet szó, mondtam, semmi gond, mert hát ez nekem szakmai gyakorlat, tehát így módon profitálok belőle. Hát a másik meg az, hogy mégiscsak szeretek nyüzsögni, szeretek helyezkedni, szeretek tenni valamit. Te a helyi labban a mentősökről írsz cikkeket, ehhez milyen tanulmányokat kell végezned úgymond a mentősöknél? Hát a tanulmányokat, hogy úgy mondjam, az élet hozta magával. Nem volt semmi különleges előtanulmány, egyszerűen földobták nekem ott az ötletet, egyszer a mentősök, mikor véletlenül bementem valamiért, hogy mi lenne, ha csinálnánk egy ilyen sorozatot. Ők ezt úgy fogalmazták meg, hogy kellene egy kis vér is a dolgokba, meg különben se csak a rendőröknek legyen külön sorozat az újságban, legyen a mentősöknek is. Mondtam, hogy jó, rendben van, megbeszélem ezt a Darázsi Erzsikével, a Monor és Vidéke főszerkesztőjével. Ő is rábólintott az ötletre, mire ismét megkerestem a mentősöket, és így végül is megegyeztünk benne, hogy rendben van, megszületik a sorozat. Meg is született, Életmentők, ezen a címen fut az újságban, és ez rendszeresen heti periódusban, mert hogy heti lapról van szó, megy. Minden héten bemegyek, ott az esetlapokból Bagyas Mihály mentőtiszt szépen elmondja, hogy mi történt a héten, legalábbis a komolyabb dolgokat. Tehát az összes új elvágást, konyhai balesetet nem, mert a szerjedelmi korlátok természetesen kizárják, de azért elég sok minden belefér. És persze, hogy kézből jött az ötlet, mikor beindult a rádió, hogy akkor ide is el kéne hozni ugyanezt a műsort, és megy is, csak itt már 71-es esetei a címe, mert hogy a Monor esetkocsinak a száma 71-es. De semmi előtanulmány nem volt, lényegében beletanultam, ahogy ott forgolódtam azokban a körökben. Tehát sokszor már az van, hogy én is belekukkantok az esetlapokba, és már előre kijegyzetelek egy-két dolgot, hogy mire a mentőtiszt sorolja a dolgokat, addigra már képbe legyek az esetet illetően. Már úgy némi belső szokást is ismerek. Hát egy elég erős túlzással mondhatnám, hogy már bútordarabnak számítok a mentőállomáson. Az iskola, ahova jársz, az milyen végzettséget fogadni, és ez pontosan mit akar? Na most az iskolának először is a miben létét kell ehhez tisztázni. A Szegedi József Attila Tudomány Egyetemnek a Budapestre kihelyezett tagozatáról van szó. Ez JATE BMI, tehát Budapesti Média Intézet néven fut. Ebben benne van igazából minden. Tehát 5 éves képzés után egy egyetemi diplomát ad, bölcsészkarnak számít, tehát bölcsészdiplomát ad, újságíró szakképesítéssel. Na most elvileg bármikor előttem áll a lehetőség, mert hogy negyed évben vagyok, hogy 3 évvel után letehetem a felsőfokú diplomát, megszerezhetem, csak hát akkor nem lehet folytatni a tanulmányokat, mert hát egy iskola ugyanarra nem adhat ki 2 papírt. Hát én úgy döntöttem, hogy folytatom, és hogyha a jó Isten is úgy akarja, akkor be is fogom tudni fejezni, és másfél év múlva akkor én egy egyetemi diplomás újságíró leszek. A rádiónál milyen műsorokat vezetsz konkrétan? Hát már említettem a mentősorozatot, a 71-es eseteit, ezen kívül főleg az ismeretterjesztés az én asztalom. Földtörténetről van egy sorozatom, van a haditechnikáról egy sorozatom. Ezen kívül vasárnaponként van egy sorozat, ami a természet fölötti jelenséggel foglalkozik. Ennek a címe talán nem túl nagy fantáziával Apollo akták. Ugye az X-aktákból egy kis átvétel. Azon kívül, hát alkalmanként egy-egy riport becsúszik. Szintén vasárnap a vicc sorokban vagyok az egyik állandó személy. Ha nagy néha,
nagy néha még eddig egyszer volt ilyen adás a hobbi sorozat, ami tényleg szabadidős időtöltésekkel foglalkozna. Eddig egy adás volt, ahol a saját hobbimat mutattam be, a riportalanyok után egész egyszerűen hiába volt megbeszélve, nem jöttek be. Na, ennek ellenére én próbálom tovább szervezni, hát ha mégiscsak lesz belőle valami. Ez meg, hogy igazából az ember milyen műsort vezet, hát azt vezeti, abban a főember, de más műsorban is részt vesz. Milyen háttérmunkát kell végezni, ami nem, hát látható, nem látható persze, hiszen rádiózunk, hanem nem hallható? Hát igen, nagyon sok háttérmunka van, és itt megint csak az, amire az előbb már kitettem, hogy mindenki csinál mindent. Itt nincsenek kikristályosodott, behatárolható státuszok, nincs ilyen, hogy valaki szerkesztő, valaki riporter, nem. Aki itt van, a szerkesztő, riporter, műsorvezető, műszaki ember, és még hosszan sorolhatnám, hogy micsoda, talán még takarítónő is. Legalábbis a Gyöngyi, ugye, mert a többiek férfiak. Tehát itt mindenki csinál mindent. A háttérmunkák közül a legizzasztóbbat emelném ki, a zenei szerkesztést. Nagyon szépen hangzik az egy rádióban, amikor semmi gond nincsen, az egyik szám következik a másik után, ugyan mi ebben a nehéz, gondolhatja a kedves hallgató, nagyon is nehéz. Ugyanis ezeket a számokat föl kell másolni a szalagra, a magnószalagra, hogy ne legyen utána fennakadás, hadd menjen. Na, ez azt jelenti, hogy egy 3 órás zenei anyaghoz 4 órát kell gürcölni, mert a szünetek, kihagyások, kazettabeállítások, ugyanakkor föl kell írni, hogy alkalmasint föl lehessen konferálni egy számot. Ez hatalmas munka. Na most egy átlagos hétköznapi adásnap 4 óra. Ehhez kell is a 3 óra zene, azért mondtam pont ezt. Tehát a vasárnapi 8 órás adáshoz 6 óra zenei anyagot illik megcsinálni előre, és ennek mindig lehetőleg másnak kell lennie. Tehát ne az legyen, hogy kapásból felismerjék, nem úgy, mint a nagy rádiókban, hogy egy nap lemegy 3-szor ugyanaz a szám. Nem. Itt jó, hogyha egy hónapban egyszer lemegy egy szám, mert van akkor a zenei anyagunk, hogy ezt tudja biztosítani, és szerintem bűn lenne ezt nem kihasználni. Te hogy reagálsz a bakijaidra? A bakijaimra? Na, ez egy érdekes dolog. Legtöbbször úgy, hogy így beharapom az ajkamat. Ez most így a televízióban látszik. A rádióban nem szokott. Tartok egy-két másodpercet, amíg magamban jól, istenesen kiröhögöm magam, és aztán folytatom. Na most egy eset volt csak, amikor egyszerűen nem tudtuk megállni tovább. Gyöngyivel ültünk éppen akkor bent, és reklámot olvastunk, eléggé kínos volt a dolog. Ahogy elcsukló hangon már kibukott belőlünk a kacagás. Hát nem tudtunk mit csinálni, nagy nehezen kierőlködtem magamból a pár utolsó szót, benyomtam a némítást, ráadtam a zenét, és bedültünk a pult alá. Most ez a legemlékezetesebb, akink ehhez fogható, azóta nem volt. Általában az van tényleg, hogy beharapjuk a ajkunkat, a nyelvünket, és tovább. Mert megállni nem lehet, a kedves hallgatónak megvan az a joga, hogy ő egy élvezhető teljes adást halljon. Milyen céljaid vannak, és itt most gondolok egyrészt az Apollóra, másrészt pedig a JAG Népi Tánc Együttesére. Hát a JAG Népi Tánc Együttes céljairól, mert lényegében az én céljaim az együttes céljai is, hát nem tudnék túl sokat mondani, ezt talán az együttes vezetőjétől lehetne megkérdezni inkább, aki egyébként a MIF-ház igazgatója, Laza Istvánról van szó. Szóval ő az, aki ebből nagyobb felvilágosítást tudna adni. Szeretnénk profi együttessé válni, szeretnénk turnékra menni, hát most volt ez a hollandiai turnénk. Ez jó sikerült, szeretnénk még több ilyet. Hogy a rádióval mi a célom? Ez egy érdekes dolog. Én azt mondom magamról, hogy monori vagyok. Lokálpatriótának mondom magam, mert ez azért érdekes, mert Tiszafüreden születtem, Karcagon nőttem fel, és most monorinak mondom magam, miközben Budapesten lakom igazából kényszerből, mert hát sajnos ugye az iskola miatt még édesanyámhoz vagyok kötve anyagilag, és emiatt aztán ez a helyzet így adott. De továbbra is azt mondom, hogy én, ha megkérdeznek, mindenkinek azt mondom, hogy én monori vagyok. És éppen ezért próbálok tenni valamit monorért, sőt, hogy az újság címet említsem Monor és vidékéért. Ezeket az embereket érzem úgy, hogy közel állnak hozzám, és ezeknek az embereknek szeretnék az életébe valami szint vinni. És a másik pedig az, hogy valóban a közösségi élet nem áll valami magas szinten. És ezt én egy nagyon rossz áldatlan állapotnak tartom, egy tarthatatlan állapotnak, és ezért is szeretnék tenni valamit. Ezért van az is, hogy nyüzsgök. Tehát újság, rádió, most televízió, mindent, amit lehet, és próbálok szervezkedni, próbálok helyezkedni, hogy valami működjön, valami beinduljon. Hallom én itten a régi, nálam régebbi monoriaktól, hogy volt uszoda. Nincs. Illetve strand, nem igazán uszoda strand. Most nincs. Volt mozi. Hát azt már én is tudom, én is többször mentem el filmet nézni. Nincs. Hát a diszkókat nem síratom meg túlságosan. Én magam részéről mindig is elítéltem ezeket a mai modern diszkókat, de ott is előfordultam egyszer-kétszer, és már ez sincs. Semmi szórakozási lehetőség nincsen, mert itt van Budapest, mondják, és monor alvóváros,
innen mindenki ingázik, de tényleg csak aludni járnak haza, ezen szeretnék változtatni. Monort, most lehet, hogy nagy szónak tűnik, meg elcsépelt frázisnak, különösen az én számból, de a célom a Monor felvirágoztatása. Na. 95.9 Monor Apollo Rádió. Gyöngyvér, te jó nagy kerülővel kerültél ide az Apollo Rádióhoz. Hogy is volt ez? Hát most mondhatnám azt, hogy már az óvodában is jelen volt a mikrofon, de ez nem igaz. Ez úgy indult, hogy én annak idején tanítóképző főiskolát végeztem, utána elvégeztem a táncművészeti főiskolát, amit hát a táncot azt úgy, ahogy tudtam gyakorolni, volt egy csoportom, az nem jött be, ez Budapesten. Utána, amikor ide költöztünk Monorra, akkor én bebalaktam ide szépen a művelődési központba, hogy nincs-e szükség tánctanára, vagy nincs-e a csoport, ilyesmi. És hát mondták, hogy de igen van, de közben én hozzá kell tennem, hogy metróvezető vagyok. Úgyhogy ez a kettő, össze kellett egyeztetni a kettőt, utána hallottam, hogy a rádió indulóban van, és a Feritől megkérdeztem, hogy nincs-e szükség egyáltalán műsorvezetőre, vagy esetleg szerkesztőre, riporterre, mert nagyon szívesen csinálom. És mondta Feri, de igen. És végig asszisztáltam a rádiónak a létezési görbéjét, ahogy elkezdődött az egész adás. Milyen műsorokat vezetsz? Hát van egy olyan műsorom, hogy Illemkódex. Ez a mindenkori színházi divat van benne, tehát van egy divat műsorom, van egy kozmetikai, mert hogy nőből vagyok. Aztán van a névnapoló, amikor a aktuális névnapokról összeállítok egy-két mondatot, hogy miről, mi a beceneve, honnan ered a név. Aztán van a mindennapi esti mese. Ez viszont az én nagyon kedves rovatom, mert gyerekekkel mindig szerettem foglalkozni, tanítónői hivatásomból is adódik. Milyen meséket, illetve honnan szerzed a meséket? Részben otthonról, vannak még a tanítónő képzői múltamból is van még mesekönyv, aztán rengeteget járok könyvtáron, mivel hogy vannak csemetéim, és részben meg amikor kútfőből találok egy-két mesét, meg füles, dörmögő dömötör, egy-két ilyen mese, ami még egy mai mese. Te szerepelsz az írott sajtóban is, ott mi? Hát ott többnyire, mivel hogy ez pontosan a táncos nő is, és a sok minden híres emberekkel való együttműködésem során sok embert ismerek, ezért inkább az ilyen nemű riportokat kedvelem nagyon, mikor egy nevesebb embert meg kell interjúolni. Ővelük szívesen csinálok riporterkedést, és őket meg is jelentett itt a rádióban is, ráadom ezeket a riportokat. Aztán amikor valamilyen észrevételem van, és azt leírom több-kevesebb sikerrel, mert valamikor nem mindig ugyanaz a véleményük az embereknek, mint nekem, de azért belevágok. A kollégák azok hogy veszik, hogy végül is te egy rádiónál is dolgozol? Hát a részben irigykedéssel, mert hát azért emberek vagyunk, részben pedig valahol büszkék is rám. Én úgy válogatom az embereket, hogy akik ezt büszkék rám, azokkal szívesebben is beszélgetek, mert van miről. Aki meg nem büszke rám, hanem látom rajta, hogy irigy, tehát nem tudatlan, hanem irigy, az pedig úgy próbálom kezelni, hogy ez az én dolgom, nem beszélgetek velük sokat. Ők vezessenek. Van két csemetér is. Hogy viselik el azt, hogy azért itt 7 óráig tart az adásidő, és nyilván van zárás, meg még azért itt beszélgettek. Mennyire tudják ezt ők értékelni, hogy te azért későn jársz haza? Nagyon egyszerűen, ők meghallgatják az esti mesét, és nagyon várják, hogy anya mikor mondasz mesét. Másrészt pedig nagyon-nagyon, ők azok a legjobb kritikusaim, akiket otthon, hogyha hazamegy, akkor elmondják, hogy anya, most ezt nem jól mondtad, anya, most ez nem volt jó. Tehát ők inkább egy munka felülbírálók otthon, és ezért szívesen elviselik meg. Hát kezdenek nőni, és egyre jobban szeretnek otthon lenni egyedül kettesbe. A rádiónak van egy telefonszáma, ezen ti kaptok véleményeket? Igen, nagyon ritkán sajnos, úgyhogy szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy olyan a telefonálnának minél többet. Nagyon keveset kapunk, de kapunk az általában építő kritika, és ennek nagyon örülök. Én főleg, mert sok minden olyannal küszködöm még, ami még nem gyakorlati, nem lett gyakorlat még nálam, tehát nem tudok még rendesen úgy beszélni, nem mindig sikerül úgy, ahogy szeretném, és ezt én szeretném, hogyha a hallgatók kovácsolnának belőlem valakit. Te hogy éled meg, amikor véletlenül bakizol?
Hát inkább most már csak nevetek rajta, az első adások voltak olyanok, mikor bedobtak a mélyvízbe, hogy most megálltam, és kész, nincs tovább, és én holnaptól nem jövök be. Tényleg így indult. Aztán utána a kollégáknak a lelkesedése, hogy dehogy nem, hát tovább tudsz menni. Meg látom, hogy ők is. Úgyhogy nem vagyok egyedül. 95.9 Monor Apollo Rádió. Attila, te több újságban írsz. Hogy kezdted ezt? Hát tulajdonképpen ez egy régi történet. Isten nyugasz, hogy a szegény Hörömpő Jenő, ha nem lett volna, akkor én nem kezdek el írni. Ő volt az, aki nagy nehezen, hosszú hónapok rábeszélése után rávett arra, hogy írjak a Monoris vidékének, néha-néha megjelenek az Újpest megyei hírlapban. Ez már olyan 7-8 éve hosszú távon folyamatosan működik, és hát remélem a kedves tévénézők és a rádió hallgatók, hogy a sajtóból hogy megismernek, és talán értékelik is azt, amit és amiről írok. Hogy hasznosítod ezt a 7-8 éves tapasztalatot itt a rádióban? Hát tulajdonképpen ez igen nehéz dolog, mert nagyon utálok írni. És inkább elmondom százszor, mint hogy egyszer leírjam. Viszont mivel utálok írni, ebből kifolyólag mindig diktafonra szoktam dolgozni. És egyszerűen az évek megtanítottak arra, hogy hogyan is kérdezzek, hogyan próbáljam meg kihozni beszélgetőtársamból és riportalanyomból azt, amit szeretnék megmutatni az olvasónak, a hallgatónak. És tulajdonképpen ezért mertem belevágni abban, hogy élő egyenes adásban is leüljünk, beszélgessünk, vagy aki, mondjam azt, hogy politikai tényező, oda merjek menni hozzá, és megmerjem kérdezni. Neked azért hivatalból nagyon jól kell tudnod kérdezni, hiszen tanár vagy. Hát köszönöm szépen, az, hogy hivatalból kérdezni, az megint egy más dolog. A foglalkozásommal kapcsolatban tényleg magyar történelmi szakos tanár vagyok, most már túl vagyok a tinédzser korommal oron, mert mint ahogy együtt jártunk iskolába, 20 éven túl vagyok. Így tulajdonképpen a diákjaim sokkal jobban értékelik azt, mikor egy irodalmi fogalmazásról, vagy egy eszély jellegű házi feladatról, a dolgozatról véleményt mondok, ugyanis két hetente megmérettetem az írott sajtóban, naponta, két naponta elhangzom a rádióban, tehát tudják azt, hogy nem vonalon kívülről bírálom az ő műveiket, hanem egy olyan ember, aki véleményt mond és osztályzatot ad, aki csinálja is. Az előző beszélgetésből kint, mikor készültünk erre a riportra, akkor mondtad, hogy van neked rádiós múltad. Ez milyen? Hát a rádiós múltam az tulajdonképpen két és fél évvel ezelőttről kelteződik. A jelen pillanatban ismét elnémult Sirius Rádiónál, Laci Istvánéknál dolgozgattam be, és egy szó legszorosabb értelmében dolgozgattam be külső. Elhangzott néhány riportom, beszélgetésem, náluk is csináltam riportokat, és nagyon-nagyon nem értem ezt, hogy most miért kényszerítették őket rá arra, hogy ismét elnémuljanak. Milyen célod van a rádiózással, és itt per pillanat az Apollóra gondolok? Hát tulajdonképpen az Apollónál is, és az írott sajtónál is tulajdonképpen nagyon nehéz, most tényleg nagyon nehéz a kérdés, de a válasz ugyanis. Úgy érzem, hogy itt környékünkön élnek olyan emberek, akik érdemesek arra, hogy megismerjék őket. Vannak olyan jelenségek, történések, amiket meg kell mutatni, és van még egy célom, hogy megadni a gondolkodás jogát és a kételkedés lehetőségét az olvasóknak és a hallgatóknak. Ha ezt megadtam, akkor tulajdonképpen elértem azt, amit csinálni szeretnék. Nem egy egyszerű dolog, mert vannak reakciók, írott sajtóban megjelentekre, volt már egy egyszerű vélemény, kitekerem a nyakát. Na most ugye a tények azok a tények, és az erre adott reakció ez, akkor valamit nagyon elkapott az ember, valamit nagyon megfogott.
ami sajnos jellemző jelenlegi, hát hogy úgy mondjam, ilyen tulajdonképpen ex-lex állapotunkra. Bársony Attila emlegette azt, hogy törvénysértés, szabálysértés, alkotmánysértés, és itt tulajdonképpen utalnék a rádiókra is, mert szó van az alkotmányban szólásszabadságról, vélemény, nyilvánítási jogról. Országunk legnagyobb létszámú testülete, a parlament hozott egy törvényt, vitatkozott rajta két parlament, három kormány, ezt hívják médiatörvénynek, és ez a törvény az egy a sok közül, amíg betarthatatlan. Akkora lukak vannak a törvényben, hogy mondani szoktam volt, nyugodtan magázni lehetne. Ez a bizonyos akarom vemhes, akarom nem vemhes beállás, amikor a kutya kergeti a saját farkát. Mert frekvencia engedélyt kap, ha az ORTT-nél bejelentkezik. Ha az ORTT-nél csak akkor jelentkezhet be, ha megvan a frekvencia engedélye. Majd viszont pályázatot pályázni is kellene arra a frekvenciára, ami viszont a fene tudja, hogy mikor lesz meghirdetve a pályázat. Ha meg lesz hirdetve a pályázat, akkor korán sem biztos, hogy az egy jelentkezőből az az egy meg fogja kapni azt a bizonyos frekvenciát, amit meg szeretne kapni. És hát úgy érzem, hogy Magyarországon tulajdonképpen több száz rádió van abban a helyzetben, hogy mint Damoklész kardja, ott függ fölötte az, hogy hát most Hamlet után szabadon vinni vagy nem vinni, ez az adóra vonatkozik. És hát az ország lakosságának az egyharmada maradna, minimum az egyharmada maradna anélkül, hogy a helyi eseményekről, a helyi információkról értesülne. Hogy mikorra fog ez megváltozni, ez a bizonyos frekvencia törvény, meg frekvencia moratórium, meg pályázati rendszer, ezt nem tudom. A törvényről mindenki tudja, hogy úgy rossz, ahogy van, hogy betarthatatlan, de tulajdonképpen 4 év vitatkozás után ez lett. Most szerintem megint az a bizonyos kutya és a gumicsont megint el fognak rajta rágódni néhány éven át. Az emberek addig se foglalkoznak a saját különbejártó problémáikkal, és majd megint lesz belőle valami, hogy mi. Hát nem vagyok jó, hogy ezt meg tudjam mondani. 99 Monor Apollo Rádió. Te jelenleg a művelődési ház alkalmazottja vagy. Igen, keményen még a művelődési ház alkalmazottja vagyok. Hát, hogy milyen státuszban, ezt nehéz lenne megfogalmazni, ugyanis fűtőkarbantartó a főállásom, tehát ebben vagyok főállásban, és ez mellett, mint technikus. Most ez a technikus, ez idézőjelbe téve, ugyanis egyre kevesebb rendezvényünk van, egyre kevesebb szükség van erre. De amit megpróbálunk megoldani, amit meg lehet oldani, hát ez egy olyan fogósabb az kérdés, hogy lassan már az ember nem tudja, hogy mit csinál. Most ez a rádió végül is, amiért létrejött, ez megpróbál az embereknek valami pluszt vinni. Ugyanis ebbe volt egy olyan, annak idején, rettentően utálok plakátolni. Na most a plakát az egy olyan dolog volt, hogy ugye műsorokat szerveztünk, mindenfélét megpróbálkoztunk a legkedvesebb kollégámmal, Tölgyes Tamás Tomival, megpróbáltunk mindent, megalakítottunk Monoron egy nagyon jó kis színjátszó csapatot, a Sziporka színpadot, amiben Gyöngyvér is szerepelt, én is szerepeltem, az igazgató is szerepelt, a Tamás is. Nagy sikerrel. Monoron érdekes módon nem voltak rá kíváncsiak, ami egy fájó pont részemre, bár sokan azt mondták, hogy természetesen jönnek, eljönnek, barátok, ismerősök, mindenki eljönnek, most mikor arról volt szó, hogy hát el kellene csak jönni, kész volt az előadás, nem jöttek el. A gyerekszínjátszóink szintén nagyon nagy sikerrel dolgoznak. Nem igazán tudom az érdektelenség okát, nem lehet mindent anyagira ráfogni, a mai napig is azt mondom, inkább az érdektelenségre, mert itt például egy belépőjegy 150 vagy 200 forint maximum. Tehát az annyit jelent, hogy vagy egy doboz cigaretta, vagy egy doboz sör ára. Most én is erős dohányos vagyok, én inkább nem veszek meg egy doboz cigarettát, ha éppen a gyerekemről van szó, nem csak a gyerekemről, ha érdekel egy műsor. Most azért a művelődési házban zajlik az élet valahogy, bár korán sem úgy, mint ahogy eddig zajlott, az az igazság.
És már így összedugtuk a fejünket a kollégákkal, tehát Tamással is, és a többiekkel is, és nem tudunk rájönni, hogy mi az oka. Hogy ez az elidegenedés, ez egy olyan mértékű lett, hogy anyagias lett az egész világ, és van ez a kis csapat itt. Én komolyan mondom, hogy ettől lelkesebb gárdát nem igazán láttam. Ez a csapat elég nagy létszámmal kezdett. Na most a természetes kiválasztódás törvénye szerint, aki megmaradt, ez a mag, ez olyan, mint egy atommag. Ezt csak széthasítani lehet, ezt meggyilkolni lehet, de ez akkor is egybe marad. Szóval ez egy olyan kis gárda lett, amire nem én vagyok büszke, hanem azok, akik hallgatják a műsort, és elismerően nyilatkoznak. Na most itt szeretném elmondani azt, hogy nem egészen igaz ez az elismerő nyilatkozat, mert ugye mindig dicsérünk mindenkit. Nem, mi nagyon szívesen várjuk az elmarasztaló kritikát is. Szeretnénk, ha megmondanák azt, hogy hát bizony már megint bakisztál. Úgy, mint ahogy én nekem megmondták otthon a hátam mögött, hogy ez a bizonyos szórendi kiejtés, amit én rettentően tudok produkálni, ez az első szám 66. személy, ami lőrince csókoltat, így szokták mondani nekem, hogy ez a legnagyobb hibám. Hát mondom, álljunk már meg egy baráti szóra, ez nem teljesen így igaz, van én nekem millió vagy ezer hibám. Mondjátok meg azt is, ne csak ezt az egyet. Elég pessimistának tűnt az előző kis monológot, hogy így mondjam. Mégis egy nagy dologba vágtál bele, hiszen te csináltad meg az Apollo rádiót monoron. Hogy jutott ez az eszedbe? Bocsika, nem csak én csináltam meg egyedül. Szóval ez nem egy egyszemélyes vállalkozás, sőt nem is vállalkozás, ez egy ilyen fanatikusok gyülekezete. Mégis mondhatnám, ez olyan, mint a hívőnek az a bizonyos Biblia. Nekünk ilyen ez az életünk. Nem szeretjük a testpecséget, nem szeretjük azt, hogyha elmegyünk egymás mellett úgy az utcán, hogy nem szólok oda valakinek. Én szeretem az embereket, bár pessimista vagyok, ezt mondtad, hogy pessimista vagyok, igen. Mindig a rossz oldaláról nézem a dolgot, tehát azt mondom neked, hogy könnyebb a más szemébe észrevenni azt a bizonyos szálkát, mint a saját szemünkbe a gerendát. Most a legjobb, hogy az ember megtudja, hogy milyen saját maga, mindig egy idegen. Hát én leülök veled beszélgetni, te neked van egy véleményed rólam. Lehet, hogy én nekem is van egy véleményem rólad. És ha nem vagyunk egymással szembe őszinték, akkor ez a vélemény megmarad magunknak, lehet, hogy nem jó. Lehet, hogy el kellene mondani a másiknak, hogy mi a véleményed, hogy állj már meg barátocskám, mert ez így nem jó. Nem lehetne rajta változtatni valamit. Mink ezt a rádiót nem azért hoztuk észre, mert mink szeretjük magunkat mutogatni. Ezért is csináltunk rádiót és nem tévét. Nem szeretjük magunkat mutogatni, nem szeretjük a hangunkat. Igazság szerint nálunk nincsenek is politikai műsor egyáltalán például. Nem igazán szeretjük, azt meghagyjuk a politikusoknak. Mink a lakosságot szeretnénk tájékoztatni, és a lakosságtól várunk információkat. Tehát, hogy ezt közzé tudjuk adni. Nagyon sokszor általában műsorinkban mindig felhívjuk a figyelmet, hogy bármilyen problémában nyugodtan próbáljanak meg hozzánk fordulni. Végül is ezért vagyunk. Szeretnénk segíteni mindenkinek. Itt hívom fel a figyelmet, hogy a karácsony estét és tehát a szentestét úgy döntöttük Rakó Attila kollégámmal, hogy nem csak azt a bizonyos naftalint csináljuk, hanem bizony az egyedül maradt emberek ő is nőtlen, én is nőtlen, én elvált vagyok. Szeretnénk bemaradni egész éjszaka, hogy legyünk együtt. Legyünk együtt. Ha a rádió hullám hosszán is, de legyünk együtt. Nem szeretnénk, tudom nagyon jó, van egy-két olyan ismerősöm, akik egyedül élnek. Bizony, én is mióta egyedül élek, bizony a szenteste az olyan fájó emlék, nem csak számomra, szerintem nagyon sok ember számára, főleg akik fiatal özvegyek vagy, tehát nem korban fiatalok, hanem nem régen vesztették el az élettársukat, vagy a férjüket, vagy a feleségüket. Bizony az első szenteste egyedül, az maga a pokol. Én ezt tudom nagyon jó, én átéltem. És ezért döntöttünk úgy a kollégákkal, hogy aki be tud jönni, bejön. És egész éjszaka bájcsevegünk. Megpróbálunk egy kis vigasságot, egy kis otthoni érzést. És hogy még mit, azt hagyd ne mondjam el, ez maradjon majd annak a napnak a titka, hogy mit tervezünk, és ugyanezt megtervezzük szilveszterre, és csak kicsit vidámabb változatba. Úgyhogy egyelőre ezek vannak. Tehát ezért csináljuk. Mégis milyen értéket képvisel ez a technika, amivel dolgozol, és kaptál-e valakitől anyagi segítséget, hogy ezt létrehozhassátok? Hát ez nagyon jó kérdés. Az az igazság, hogy ez a technika, hogy miben mérjük az értéket. Mert hogyha
maga ezeknek a gépeknek az állagát nézzük, akkor felbecsülhetetlen értékű, ugyanis volt itt professzor egy kollégám, és azt mondta, Jézus Mária, hát én egy múzeumba jöttem. Na most illik tudni, hogy a múzeumban ugye általában felbecsülhetetlen tárgyak, vagy ha fel is van becsülve az áruk, akkor az igen magas borsos. Most ezeknek viszont a gépeknek az állapotuk, hát köszönhető annak, hogy nagyjából vigyáztunk rá, és akiktől kaptuk ezeket, mert vannak még jó érzésű emberek, tehát segítenek bennünket minden anyagi ellenszolgáltatás nélkül, akiktől így felajánlásból magnót, magnószalagokat, mindent, amit tudunk használni természetesen. Nagyon jó szívvel várjuk, köszönjük, és fel is használjuk. Maga így az összes értéke a stúdiónak nem sok olyan, tehát hogyha eszmei értéket nézek, a 1,5 millió forint körülben. Ez egy, ha színvonalat akarok nézni, akkor a Magyar Rádiónak az ilyen 1950-es, 55-ös, maximum 60-as éveinek felel meg, tehát ez a technikai színvonal, ez egy teljesen analóg rendszerű, itt bizony nagyon bányászni kell, nagyon oda kell figyelni. Nem könnyítette meg a dolgunkat a technika, ugyanis nálunk nincsen digitális technika, technológia, az megfizethetetlen a számunkra. Úgyhogy, és ez a csapat. Szóval az az igazság, hogy én a mai napig is azt mondom, hogy, és igazi rádiósok ezt tartják is velem, ezt az ötletet és stb., hogy addig igazi valami, amíg gürizünk érte. Mihány már egy ellaposodik, tehát mint a Discord, a gépzene, meg stb. Itt bizony meg kell dolgozni azért a napi 4 órás munkaidőért, mindenért meg kell keményen küzdeni, hogy valami lemenjen. Az egy óriási sikerélmény, ha egy adás lemegy úgy, hogy nagyon kevés bakival, nagyon kevés hibával, kollégám pakol közben. Tehát van egy olyan adásnapunk, ami sikerszámba megy, érted? És akkor nem kell senkit cseszegetni, hogy már megint elrontottad, hol rontottad, miért rontottad el, mert én is elrontom. Csak ők ezt nem mindig merik megmondani, bár hallom én így hátulról a füleseket, hogy mondogatják, mondjátok ki nyíltan. És akkor kimondják, hogy szóval hagyja mondjam. Kikkel dolgozol még, hiszen ma nem mindenki volt itt a stábból. Igen, hát még van egy belsős kollégánk, Zákányi Zsuzsi, sőt még egy kollégánk, ő Orosházi Peti. Ő még nagyon félénk, tehát a Peti őt még nem igazán merem a mély vízbe bedobni. Még most tanulja a szakmát, bontogatja a szárnyait, hogy úgy mondjam. Zsuzsi az már profi így ebből a szempontból. És hát Tölgyes Tamás barátom természetesen, valamint Petrik Balázs humorista, esztéta, én nem is tudom mit mondjak róla, zenész, minden. Ő csinálta a rádiónak a szignálját, a szignálzenét, és azon kívül valamikor nagyon sokat segít. Egy nagyon indiszkrét kérdés, mennyit lehet keresni ennél a rádiónál? Ó, kérem, nálunk a fizetés mindig megegyezés alapján történik, ugyanis semmit nem kap senki. Ez teljesen ingyen bérmentve a saját szabadidejének felhasználásával, hogy úgy mondjam, a családtól ellopott idejével teszi. Nem igazán hiszem, hogy mindenki örül ennek, sőt, biztos én sem örülök, hogy nem tudok fizetni senkinek, de én nem is tápláltam hiú reményeket avval, hogy itt mit tudom én micsoda. Tehát ez nem a magyar média, ez nem a magyar televízió, ez nem a magyar rádió, ahol hatalmas pénzekkel dobálóznak. Itt nálunk nincs deficit, mivel bevétel sincs, semmi sincs, tehát így nagyon könnyű elosztani ezt a kis jutalmat, ami van, azt a baráti válveregetést és egyebeket, tudod. Milyen céljaid vannak, illetve beszéljünk még a célok előtt az adásidőről, mert ez egy nagyon lényeges pontja a Apollo Rádiónak. Hát igen, az adásidőnk az a leglényegesebb pontja, a szerda, csütörtök és péntek délután 3 órától este 7 óráig van. A vasárnapi adásnapunk az reggel 9-től délután 5-ig tart, és hát megpróbálunk mindenki, az aki hallgat bennünket, az már tudja nagyon jó, mik a műsoraink. Tehát az állandó műsorlovataink, és ezen kívül nálunk az élet szerkeszti végül is a műsort, mert vannak bizony olyanok, hogy sikerül valakit meggyőznünk, hogy jöjjön be élő adásba. Tehát nem igazán szeretjük a konzerv műsorokat. Ha egy mód van rá, elkerüljük a konzervet, mert ugyanis szeretnénk ezt mindenkivel megosztani. Most ha én konzerv műsort adok le, nem igazán tudom megadni bárkinek a lehetőséget telefonon keresztül főleg, vagy személyesen, ha esetleg bejön ide a stúdióba és megkeres, nem igazán tudunk reagálni bizonyos dolgokat. Ha én most leadok egy konzerv műsort, és mondom, hívjanak fel bennünket, és mondják el a véleményüket, elmondják, de nem tud reagálni az, például akivel a riportot készítettük, sokkal jobb ezt élőbe. Ugyanis az nap rá van számva,
és hogyha esetleg valaki betelefonál, nyugodtan beszélgethetnek fél órán keresztül itt, sőt, ha bejönnek itt, meg is vitatnak bizonyos dolgokat, ha van kedvük hozzá, az mellett megy tovább a műsor természetesen. És akkor most a célokról. Hát a célok. Szeretnénk nem elismertséget, mert nem, abszolút nem fáj a szívem azért, hogy elismertek legyünk. Szeretnénk egy nagyobb hallgatottságot, egy nagyobb odafigyelést a rádióra. Most nem anyagi vonzatról beszélek, hanem szeretnénk, ha minél többen hallgatnák a rádiót. Szeretnénk, ha minél többen elmondanák a véleményüket, és ezt nem a anyagi jogokból kérem. Abszolút el lehet jönni személyesen is elmondani, tehát nem kell felvenni a telefont, ha éppen erre jár valaki adásidőben, nyugodtan bejöhet a stúdióba, nincs eldugva, bár ez tényleg egy olyan, mint egy hőskövület, egy barlang, csak épp a cseppkövek hiányoznak róla. Ez egy nagyon hangulatos kis stúdió, így a maga nemében picike, nem is igazán férünk el benne, de mindent megpróbálunk megoldani. Szeretnénk, hogyha mindenkihez szólhatnánk. Ebben a példaképen Malaci Pisti, a Sirius Rádiónak a főnöke, aki most bizonyos külső okok miatt igencsak elhallgatott, és akivel szeretnék minél előbb találkozni ez ügyben. Az ő rádiós múltja nem kicsi, szóval hatalmas rádiós múltja van. Nagyon sokat tanultam tőle, meg kell mondanom, most nem a szerkesztésről van szó, hanem sok minden másról, emberi értékekről. Szóval Pisti egy rettentően nyugodt, kimért, higgadt ember. Ő is azt vallja, amit nagyon sokan, sőt nálunk mindenki, tehát a teljes tájékoztatást, nem részrehajlók szeretnénk lenni. Bárkinek problémája van, nyugodtan megkereshet bennünket, maximálisan állunk mellette, és ez minden irányba természetesen vonatkozik. Tehát ezek a céljaink. Ti, mint Apollo Rádió, tartotok-e kapcsolatot más médiával? Természetesen. Egyértelműen, és legelőször itt szeretném ugyan mondani, Mozaikot kiemelni, és a nézőket innen üdvözölni. Elnézést a faragatlanságért, de kisé lámpalázas vagyok, nem igazán szoktam kamera előtt ülni. És hát minden egyes írott és elektronikus sajtóval, aki minket megkeres, vagy akiket minket megkeresünk, hála Istennek senki nem zárkózott el ezelőtt. Én nagyon szeretném azt, egy nagyon régóta dédelgetett álmom, hát ugyanis ez a rádió már negyedik éve gyűrizik, kisebb-nagyobb szünetekkel, itt is voltak kisebb-nagyobb szünetek, igen, és voltak itt is olyanok, hogy egy személyes vállalkozás volt ez. Most ez indult a piaci hangossal, akkor egy törpeadóval, aminek annyira nagy lett a közönség sikere, hogy mikor ugye megszüntettük az adást, nem igazán volt lakossági felmérése semmi, mert bizonyos anyagi okoknál, mert mi mindig arra pénzre lyukadunk vissza, hogy egy közvélemény kutatás igen sokba kerül. Most erre nekünk nincs pénzünk, sőt, egyáltalán nincs pénzünk, sőt, valószínű, hogy nem is lesz pénzünk, mert a szponzorok nem igazán keresnek bennünket. Nem fér meg talált a tájékoztatási jelleggel, bár nagyon szívesen fogadnánk mindenféle támogatást, nem csak anyagira, elkölcsire is gondolok, valamint gépek, de aki tud valamivel segíteni, szívesen fogadjuk. Amit tudunk érte tenni, azt megtesszük, ez egyértelmű. Nem igazán tudom eldönteni végül is így a sorsunkat. A sorsunkat nem mi döntjük el. Azt mindig a hallgatók döntik el. Tehát én azt szeretném, hogyha ez a rádió még legalább 100 évig működne, bár én 100 évig már biztos, hogy nem fogok élni, és ez a kis csapat sem, mert hát azért mink sem vagyunk örök életűek, de szeretném, ha ez az Apollo név, ez így Monor köztudatába, és nem csak Monor köztudatába, úgy egy kicsit bevésődne. Hogy azért úgy hallgatnák, és úgy odafigyelnének, mert ha már ránk odafigyelnek, akkor már odafigyeltek arra a helységre, ugye, ahol laknak, megtudnak bizonyos információkat. Nekem nagyon sokan mondják, hogy hát ők nem tudják, hogy például a művelődési házban milyen programok vannak. Hát, és akkor erre a legtermészetesebb válasz, hogy nem hallgatja a rádiót, nem nézi a tévét, nem olvassa az újságot. Mindenhol ott vagyunk. Nem igazán tudom csak az érdektelenségre visszavinni. Eddig mindig abban jöttek, hogy a tájékozatlanság. Tehát, hogy nem tájékoztatjuk a nagy érdeműt. Tájékoztatjuk. Csak ők nem figyelnek oda. Most ezen szeretnénk változtatni, néha zenés formában, néha humoros formában. Akiknek tetszik a műsorunk, azok már az első pillanattól kezdve, tehát augusztustól, mióta megindult a főkísérleti műsorunk, és azután rá 2 hétre ugye beindult az állandó műsor. Voltak olyan telefonálóink, akik ide telefonáltak, hogy az első pillanattól kezdve hallgatják a rádióadását,
és egyre inkább meg vannak elégedve. Hát itt el kell mondanom, hogy nagyon köszönjük nekik ezt a biztatást. Hát az ő biztatásuk nélkül már lehet, hogy nem itt állnánk, hanem máshol. Szóval nekünk nagyon jó esik a biztatás, nagyon jó esik a kritika. Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok nektek. Nagyon szépen köszönjük a csapat nevébe, és mink is sok sikert kívánunk természetesen a Monori Mozaiknak. És a... Mi is köszönjük. Kedves hallgatóink, véget ért a móka mára, ahogy azt pedig szokta volt mondogatni. Az Apollo Rádió ezennel lezárítak nekinti a mai napi adást. Búcsúzik a két műsorvezető, Major Nagy Gyöngyvér. És Bársony Attila. Találkozunk holnap 15 órakor, azaz délután 3 órakor, ugyanitt a 95,9-en az Apollo Rádióban. Telefonszámunk változatlan lesz holnap is, mint ahogy ma is az 413-212. Hívjanak. Akinek valami észrevétele van, akár pozitív, akár negatív tartalommal, nyugodtan szóljon nekünk, és meglátjuk, mit tehetünk az ügyében. Tehát, körülbelül 5 perc múlva vége az adásnak, addig még hallgassanak egy kis zenét, maradjanak velünk. Jó éjszakát kívánunk! Jó éjszakát mindenkinek!